100 gyors az mindig egy nehéz szám, ugye ott vannak a legtöbben, és ezért ezt is becsülik úgymond a legjobban, úgyhogy hát nagyon nehéz volt. A 200 gyors az sokkal jobban esett, azzal magamat is meglettem, és szerintem mindenkit. Még ez mai napig is biztos, hogy sprinter leszek. A gyors úszás az már kiskorom óta az egyik kedvencem, emellett még a hát is. Hát nagyon nem tudom, hogy miért lettem gyors úszó, még ez változhat, de egyelőre ez a kedvencem, és szerintem ez is marad. Az alkatomra nézve nem vagyok egy sprinter alkat, de ezt majd még az edzőmmel, Zsoltával kell megbeszéljük a jövőre nézve, hogy mire készít fel. A forduló ugye, ami nagyon fontos, ami nekem nem egy előnyöm, és a vége, az utolsó 15 méter, amikor már mindenki kezd várazni, ott dönt el, hogy kibírja ki a végét, és hát szerintem az elején ugye nem lehet elrontani, max. Hogyha nagyon lassan kezdesz, ez nekem nem probléma, mert én elég gyors vagyok, de a vége az, amikor az utolsó 10-15 méter, amikor már csak ki kell bírni, és aki jobban bírja, azt fog nyerni. Akkor először bejöttem, akkor csak így néztem, hogy úristen, de most már azért kezdek hozzászokni. Nem elég edzek itt egy hete. Mielőtt elmentünk Európa-bajnokságra, itt voltunk, és most újra. Hát szerintem nagyon jó, nagyon, nagyon jó az egész épület. Hát kíváncsi leszek a szervezésre is, hogy milyen jó. Így még nagyon, úgymond nem úsztam felnőtt világversenyen, úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény lesz. Ugye, hát úgymond most nem riválisokkal, de a Holoda Peti, Kozma Dominik, ővelük a OB-n összecsaptam. Hát nagyon izgi lesz szerintem, nagyon, nagyon várom meg. Én személy szerint, hogyha egy világversenyen egy döntőbe kerülnék, nekem az már nagyon nagy szó lenne. Ha körülnézünk itt, hogy mekkora látok vannak, ez mind telve emberrel, főleg esetleg egy döntős úszásnál őrületes hangulat lesz, hát ezt meg kell szokni, meg kell vele barátkozni. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, mert ugye váltóban indulunk, ahol megosztik a felelősség, attól függetlenül, hogy persze egyesével úszák le a távokat, és nem szabad hibázni, de nagyon jó tanulási lehetőség lesz, ahol tapasztalatokat tudunk szerezni, és a lehető legjobban fogunk szerepelni nyilván, annak ellenére, hogy a maximális formát nem tudjuk kiegyezni erre a versenyre. Nem igazán tudom még elképzelni, hogy milyen lesz, hogyha ez tele lesz. Csak felnéztem, és messze van a teteje, ennyit lehet látni. Majd kíváncsi leszek, hogyha ez az egész lelátó tele lesz emberekkel, akkor ez milyen hangulatot fog eredményezni. Ennyire erős váltónk szerintem még nem volt, mint ami idén megy, egy 4 emberünk van A-szinten igazából 49 másodperc alatt, normál rajta, tehát lepülő rajta, ezek még sokkal jobb idők lehetnek. Én bizakodó vagyok, szerintem ez egy döntő esélyes váltó. Nekem a váltók kicsit mindig kedvenceim voltak, és mindig jobban tudok teljesíteni. Szerintem ilyenkor nem csak az, hogy ugye egyéni sport, ez nyilvánvaló, de mégse az, hogy az ember csak magáért úszik, hanem az, hogy ott vannak a társai, és akkor még 3 ember, és akkor még 3 ember együtt az egész országot képviseli. Szerintem mindig ez egy ilyen plusz erőt ad az emberből, és felszabadítja még az utolsó 20 méteren, amikor már az ember nem igazán érzi, nem bírja mozgatni a kezét, azt az extra energiát, ami még benne van, és kijön egy olyan idő a végén általában, ami meglepetéseket tud okozni. Ebben benne van a Kozma Doma, Németh Nándi és Bohusicsi, ugye rajtam kívül. Mindannyian nagyon közel vagyunk egymáshoz, annyit lehet tudni, ugye Nándinak van a legjobb ideje jelen pillanatban, és ő 2/10 gyorsabb, mint én, akinek ugye a negyedik ideje van. Tehát ez egy elég erős, szoros váltó. Szerintem az amerikaiak verhetetlenek jelen pillanatban 400-as gyors váltóban. Utána kérdés az, hogy kik hogy tudnak odaérni. A franciák jelen pillanatban annyira nem jók, elvesztették 3 tagjukat a 400-as gyors váltóból tavalyról. De utána nagyon sok nemzet van, aki odaérhet a brasziloktól, a németekig, az olaszok mindig ott vannak. Majd kíváncsiak leszünk, hogy ki mit hoz, mi szerintem megpróbáljuk a saját legjobbunkat kihozni belőle.